Európai Parlamenti képviselő a vendégem, Pirik Kati, jó estét kívánok. Jó estét. Kati vagy Katalin? Kati. Kati. Igen. Szigorúan Kati. Igen. Az útlevélben Katalin van, de Katina. Ön magyar származású holland munkáspárti politikus. A munkáspártot írjuk le, az egy kommunista formáció, egy szociáldemokrata. Mi ennek kell gondolunk innen Magyarországról egy holland munkáspártot? Egy szociáldemokrata, tehát egy közép-baloldali párt. Több mint 100 éve van, és kommunista párt nem volt. Volt egy külön kommunista párt valaha Észak-Hollandiában, soha nem voltak nagyok. Az én pártom a szociáldemokraták. Magyar politikusként tartják számon a magyar EP képviselők? Vagy inkább hollandnak? Mennyire vannak meg a napi kapcsolatai a magyar képviselőkkel? Hát főleg azokkal, akikben egy frakcióba ülök, például az Újhelyi Istvánnal, persze nagyon sokat dolgozok együtt, a Szanyi Tiborral, a Niedermüller Péterrel, mivel ővelük vagyok az egy frakcióba Európába, de a Jávor Benedekkel is, a zöldektől sokat együttműködünk. Őszintén megmondom, hogy a többi magyar képviselővel nagyon kevés a kapcsolat. A fideszesekkel ezek szerint nem annyira? Hát ők a többiek, aha, igen. De ennek pártpolitikai oka van, vagy annyira távol vannak egymástól a nézeteik, hogy nincs közös többszörös? Nézd, én holland néppárti politikusokkal persze tartom a kapcsolatot. Valamiképp nem jött össze, lehet, hogy ők tudják, hogy baloldali politikus vagyok, nem akarnak velem beszélni, nem tudom, hogy mi pontosan az oka. Van egy kivétel, a Lívia Járóka, vagy a Járóka Lívia, hogy így Magyarországon, ővele többször is beszéltem, de a többi Fidesz képviselővel nem. Van itt egy Szerhentini nevezetű képviselőasszony, aki naponta a hírekben szerepel. Hát nem csak a hírekben, hanem láttam sajnos, hogy táblákon is. Táblákon is volt, ez kétségtelen. Vele milyen a kapcsolata? Nagyon jó. Mondhatom, hogy ő persze nem az én pártomhoz tartozik, a zöldekhez, de a Sargentini az egyik azokból a politikusokból, a más pártoktól, akikkel a jóba vagyunk. És a magyar helyzetről is szoktak beszélgetni? Ön készített egy filmet nemrég Magyarországról. Igen. Annak holnap lesz itt Magyarországon a premierje, voltak éppen a budapesti látogatása ennek köszönhető. Tehát a magyar helyzetet ön is jól ismeri, ő meg tanulmányozta. Beszéltek erről? Hát persze, Strasbourgban szoktunk együtt vacsorázni, így hát ilyen havi egyszeres vacsora van, és mikor megkapta a riportot, hogy ő neki kell írni ezt a riportot, persze bőven beszéltünk a magyar helyzetről is, és hát a politikában, egy bizottságban is bent vagyunk, a Libe bizottságban, ahonnan jött ez a döntés. Így hát többször is beszéltünk róla, persze miután Magyarországon ellátogatott is, de ő neki főleg rengeteg kapcsolata volt persze magyar különböző szervezetekkel is, hogy készítse ezt a riportot. Említettem ezt a filmet, erről majd még beszéljünk egy kicsit, de egy kicsikét szóljunk már másról is. Gyakran láttatjuk mi magunkat ma olyan kis országnak, hogy senkit nem érdekel a nagyvilágban, hogy mi van velünk. És Orbán Viktor egyik ütőkártyája valószínűleg az, hogy azt hirdeti, hogy igenis tényezők vagyunk a világban, hogy mi vagyunk Európa lelkiismerete, hogy a középkorban is megállítottuk a muszlim nyomulást, és a 21. században is mi vagyunk azok, akik megállítottuk Európában a migrációt, és így tovább. Nyugat-Európából nézve, mennyire számít Magyarország tényezőnek az európai politikában? Hát épp úgy számít, mint bármelyik másik tagország. Épp úgy tud vétózni, hogy ne legyen bizonyos döntése az EU-nak, mint Lengyelország vagy Spanyolország. Én azt láttam, Hollandiában nőttem fel, itt születtem, de egy éves korom óta Hollandiában vagyok, hogy Magyarországról a hollandoknak mindig nagyon pozitív gondolatai voltak. Emlékszem 2004-ben, mikor volt a csatlakozás, emberek gratuláltak, hogy végre ez az Európai Unió, ez egybe jött. És a mai nap, hogyha az ember vagy a fodrászhoz megy, vagy beszélget a holland szomszédokkal, és hogyha emberek tudják, hogy Magyarországról jött, csupán rosszat tudnak már csak Magyarországról mondani. De a személyes tapasztalataik alapján, vagy a hírekből? A hírekből. A hírekből persze. Ők nem látják, hogy ellenzéki pártok mit csinálnak itt. Mostán persze a sztrájkokat látták Hollandiában is a tévében, de főleg azt hallják, hogy az Orbán Viktor mit mondott valamiről. És azért ez Hollandiában azért ez nagyon extrém beszédnek. Egységes a média ebben? Hogy mit mondott Orbán Viktor, az hogy ítélje meg?
Vagy azért ebben van olyan, hogyha valaki hollandként ezt a csatornát hallgatja, akkor dicséretét hallja Orbán Viktornak, ha azt a csatornát, akkor pedig elítélik. Nem csatornától függ, attól függ, ki a vendég. Így hát nem mondhatom azt, hogy van egy csatorna, aki csak ilyen extrém jobb oldalra áll, vagy van egy olyan csatorna, aki bal oldalra. Boldog sajtószabadság, igen. Igen, de attól függ persze, hogy kit hív meg az emberek. Hollandiában is a Wilders pártja például, gondolom a magyarok is ismerik, hogy ki a Geert Wilders. Volt is vendégünk itt. Itt is volt. És ő ilyen extrém politikus Hollandiában, azért nagyon sok ember szavaz rá is. Az ő szavazóinak például tetszik az, hogy mit mond a Viktor Orbán a bevándorlóktól. Mennyire téma egy Geert érdeklődés kiváltó vitanapon kívül, mint amilyen a tegnapi is volt, az nagyon furcsa volt, alig voltak a teremben. A magyar probléma, ez az úgynevezett demokrácia deficit, amivel Orbán Viktor gyakran vádolják, az orosz vagy a kínai kapcsolata a magyar kormányzatnak, a magyar politikának, az ukrán uniós közeledés blokkolása, amit a magyar kormánynak szentelnek. Ez mennyire hétköznapi téma Brüsszelben vagy Strasbourgban? Nem csak Brüsszel meg Strasbourgban, hanem mondhatom azt, hogy bárhol vagyok Hollandiában egy vitán, ez előjön. Még ha emberek azt se tudják, hogy az én nevem magyar, ez előjön. Mivel az alapértékei az Európai Uniónak, hogy merre megyünk tovább ezzel, így, hogy Magyarországon kezdődött ez. Folytatódott Lengyelországba. Most látjuk, hogy milyen kormány van Olaszországban. Látjunk ilyen populista pártokat persze Nyugat-Európában is. És az emberek mondják, hogy ha az Európai Unió nem tudja valamiképp egy piros vonalat tenni, hogy ezen nem lehet túllépni a hetes cikk, hogyha nem fogjuk tudni megváltoztatni ezzel a helyzetet Magyarországon, akkor hogy tovább ezzel az Európai Unióval, ahol mégis 27-en kell majd a Brexit után döntéseket hozni, hogyha nem az alapértékeket, nincs egy bizonyos bázisunk ebbe, akkor nagyon nehéz lesz a jövő felé. Ugye, amit mond, abban az a furcsa, hogyha Orbán Viktornak tulajdonítjuk azt, hogy ez elindult Európában, és tegyük ezt, akkor erre nyilván volt igény Európában, amit Orbán Viktor Magyarországon elkezdett képviselni, és amit aztán elvitt Nyugat-Európa felé, Lengyelország, Olaszország, Franciaország, Hollandiában is, és ezt lehet sorolni. Tehát nyilván egy tömegigény mutatkozik arra a fajta politikára, Nyugat-Európában is, amiért megbélyegzik a magyar kormányzatot, a nyugat-európai kormányon lévők. Igen, de szerintem más okai vannak az ilyen pártoknak különböző országokban. Például, amit most látunk Franciaországban, ez a yellow vest, a sárga... Sárga mellényesek. Köszönöm szépen. Különböző emberek jöttek ott össze. Azok az emberek, akik már nem tudnak Párizsba lakni, mivel túl drága lett, például itt Pesten is, hanem kijebb kell menni, és minden nap kocsival kell menniük, és felemelik még a gázárakat is. A szegényebb embereknek is a mérgük. És sajnos vannak olyan politikusok, akik ezt kihasználják, hogy akkor ki itt a ellenzék. Hát ezt hívják populizmusnak. Igen, a populizmus az a Orbán az egyik fő képe a populistáknak, de azért Franciaországban, Hollandiában más oka van a populizmusnak szerintem, mint Magyarországon. A magyar ellenzék azzal szokta vádolni Orbán Viktort, hogy az európai populisták szélső jobboldaliak vezére kezd lenni. Na most ön is valami hasonlóról beszélt, még ha ezt így nem is mondta ki. Orbán Viktor annak látszik, egyfajta vezérnek látszik Nyugat-Európából? Igen, egy nagyon veszélyes vezérnek. Uh-huh. És nem is csorálnám. Mi a veszély, amit képvisel? Azt, amit tesz ebbe az országban. Nézd, hogyha egy ilyen kormányfő lenne Hollandiában, nem tudná így lerombolni a jogállamiságot, mint amint a Viktor Orbán itt csinált. Ahogyan hatalomra került, 3 hónap alatt átírta az alaptörvényt. Mit csinált? Kicsit több, de igen. Mit csinált itt még a decemberi döntés ezzel a Fidesz bíróságokkal? Itt nincs határa. Ezek a közigazgatási bíróságok. Csak mondom a nézőknek. Kérem, mert a magyarom nem olyan jó, hogy pontosan kifejezzem, de gondolom tudja, hogy mire gondolom. Hogyne, remélem. Így hát nem csak az, hogy van egy populista vezető, hanem hogy meg is van engedve neki, hogy mennyire lerombolja egy jogállamiságot. Azért nézd, szerintem a Trump Amerikában személy szerint nem nagyon különböző az Orbán Viktortól, de azért Amerika más. És azért megvannak még ezek
a checks and balance, elnézést, ilyen szavazok magyarul. Így hát, ugye a fékek és ellensúlyok, ahogy mondani szoktuk. Igen, tehát, a hogy megvan az médiában, ellenhatás. így van, és azért az a veszély, hogy emberek azt mondják, hogy na, akkora veszélyek vannak az Európai Unión kívül. Nézd, hogy Kína miket csinál, nézd az oroszok, vagy nézd, hogy Erdoğan mit csinál Törökországban. Hagyjuk már ezt a jogállamisági beszédet az EU-n belül, most már erősen együtt tartsunk, és ne beszéljünk ilyen dolgokról. Na ezt képviseli Orbán Viktor is, hogy csapjunk oda, és legyünk erősek. Én nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet egy erős Európai Unió, hogyha nincsenek ilyen minimum alapérvek, amik összetartnak minket. Gyakori a magyar kormány sajtóban annak az ábrázolása, hogy Nyugat-Európában, de hát Hollandiában is rengeteg a menekültek, migránsok által elkövetett bűnözés, és ettől rettegnek a helyiek. Ez Hollandiában, ahol tényleg elég jelentős a migráció jelenléte, ez mennyire kézzelfogható, mennyire hétköznapi? Mármint a kriminalitás? Uh-huh. Nem is annyira a mostani a mostani menekültek, hanem főleg inkább azok a migránsoknak a gyerekei, vagy azoknak a unokái, akik 40-50 évvel ezelőtt jöttek Hollandiába, akik sokszor a szegényebb negyedekbe jönnek. Van diszkrimináció Hollandiába is, hogyha neved Mohamed, akkor nem valószínű, hogy megkapod az állást. Így hát persze, ahol szegényebbek az emberek, ott sajnos majdnem mindig magasabb a kriminalitás is. De nem lehet azt megmondani, hogy génbe bent van, hogy egy muzulmán kriminálisabb lenne, mint egy magyar. Készített egy filmet, az kifejezetten Magyarországról szól. Igen. Holland szemszögből, nyugat-európai szemszögből készítette, vagy egy magyar szemével? Hát az én személyi szemszögemből, mégis itt születtem, apukám, anyukám magyarok, el akartam mondani az én családomnak a történetét, hogy apukám 56-ban milyen helyzetből Vas megyében lakott Szergénye kis helység, hogy menekült ki 16 éves korába, és azért csináltam főleg a hollandoknak, akik nem látnak más hírt, mint mondtam, hogy látja a Viktor Orbán például a menekült kérdés, mit csinál itt a jogállamisággal, és elfelejtik, hogy azért a magyarok épp úgy európaiak, mint a hollandok is, és együtt kell, hogy legyünk ebbe az unióba. És azért akartam a normális magyart is bemutatni a hollandoknak. Így hát elmentünk Balatonfüredre, kamerával interjúoltunk embereket, a Volt Fesztiválon magyar fiatalokkal beszéltünk, lementünk Cserdire, a Cserdi polgármesterrel beszélgetni, hogy látják az emberek, hogy, mert Hollandiában az az érzés, hogy ez a Kelet-Európa, ez a Magyarország, miért csatlakoztattuk ezeket az országok 2004-ben, hogyha ennyire mások vagyunk. Be akartam mutatni, hogy annyira mások mi nem vagyunk. Remélem, hogy sikerül, az nekünk fontos. És köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a beszélgetést.